Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk Szolnokváros torkolatnál. Próbálok egy párat dobni itt a bokor mögött, hát hogyha lesz valami. A vízállás magas, sár az nincs. Itt van az elmaradhatatlan kis kosárkám. Csak így lejöttem kocsival, volt egy óra hosszám. Láttam, hogy süt a nap, gondoltam, elég jó kis fényviszonyú videók lesznek közben. Itt vannak a kacsák, bemutatnék egy, mielőtt nekifognék egy stéget. Hát ez is szuper. Nem tudom a márkáját, nem tudom a teherbírását, de nagyon úgy néz ki, hogy igen stabil. Hát ezt érdekességképpen mutattam, mindjárt jön egy kis horgászat. Az agyva vízállása magas, illetve visszatolja a Tisza, láttam is az árhullámot. Egy ismerősömnek a lakásából, tehát gyakorlatilag visszatolta az agyva. Vagy a Tisza. Na, ezt majd csak így ide. Óvatosan, majd kicsit később próbálok oda a bokor mögé is dobni. Szóljatok nyugodtan, hogyha valamit rosszul csinálok, adjatok tanács. Na. Ó, 20 cent is. Jújjúj. Na szóval az a lényeg, hogy tanulok, gyakorlok, ilyenkor télen sok pont nincsen, ide próbálok dobni a bokorba, illetve a bokor elé, így, és kicsit meghúzni, megvárom, azt mondtátok, hogy várjam meg, még leér, de hát valószínűleg el fogok akadni vele. A lényeg gyakorlatilag az, hogy jó idő van, szép idő. Hát igen, itt vagyunk a város alatt, a galambok majdnem nekem jöttek. Csak így, hát ha itt tanyázik egy süllő. Szerencsés helyzetben van az, aki Szolnokon él, mert egy óra alatt akár horgászatra is el tud indulni. Próbálok bentebb is. Tudom, hogy itt vannak patkák azért, próbálom gyorsabban húzni, hogy ne akadjon bele a patkába, mert nyár, ott meg is volt a patka, ez volt a patka széle. Ezen valószínű, hogy át kell ugrasztani. Amúgy szoktak itt pergető horgászok lenni. A lényeg az, hogy a zagyva vize 1-2 fokkal mindig melegebb, mint a Tiszáé. Megsüti a nap, hamarabb melegszik, hamarabb összegyűlnek kis halak, ragadozók is, ez biztos. Én már itt volt, hogy fogtam, hát nem ismerem megmondani hány süllőt, de volt, hogy hát ugye meg volt a 3 egy óra alatt. Le lehet jönni, parkolni lehet most ingyen, ott látható a Tisza virághíd, ott is lehet parkolni, majd lehet, hogy ott is csinálok egy videót. Jók a fényviszonyok, ki is jöttem. Bentebb azért 6-7 méteres víz is van. Ez gyakorlatilag azért... Opa! Ez gyakorlatilag azért egy harcsaívó hely is egybe. Ponty is rengeteg van. Látható azért elég kényelmesek a ülőhelyek, tehát lehet horgászni, sétálgatni. Csodálkozom, hogy nincs kint keszegezni senki, mert ilyenkor is azért még szoktak keszegezni. Girisztával 1-2 keszeg beugrik. Hát sajnos ez nem vékony fonott zsinór, amit mondtatok is hozzászólásba, hogy jó lenne vékony fonott zsinórral. Egyelőre még csak itt bohóckodok. Elég hideg van, -2 fok. Csodálkozom, hogy nem pillézik a víz széle. Azt néztem, elnézést, mert valószínűleg, hogy melegebb a Tisza, mint a levegő, és ezért a hőmérséklete az ide hat a szélére. Tehát, hogyha 0 fokos lenne a Tisza, akkor hamarabb
pillézni a szélen. Na mindegy, ebbe jó belekavarodtam, ott látható a másik csodálatos stég, az evezősök stége. Szóljatok hozzá, tanítsatok. Vízátláthatósága olyan 20 cm áradó. Hát ugye az süllő szempontjából a fenekező tapasztalatom alapján sose baj, ha árad a víz süllőnél. Majd mindjárt próbálok bentebb is dobni. Jó lenne már egy, ha bekapnál valami, mutatni akciót is, de hát... Opa! Ez a patka széle. Mindjárt bentebb dobom. 11 óra harangoznak. Hát ez meg fölakadt. De nem. Tehát gyakorlatilag itt, ahol dobom, ahova most dobom, hát akad, de majd mindjárt megpróbáljuk megnézni, hogy hány méteres víz van. Én úgy gondolom, hogy 6-7 méteres víz, majdnem 8. Itt van egy kőrézsű, ezzel egy vonalba, hogy mutatom a botot. Tehát még mindig megy le, szerintem el fogok vele akadni. De hát gondolom azért, hogy rapalával vagy ilyesmivel csak meg lehet ezt horgászni, nem feltétlenül ilyen gumihal a lényeg, vagy... Az agyva hozza a hordalékát, ugye vágják a parton a füvet, illetve vágták, és azt, ahogy följött a víz, azt hozza magával. Az elmaladhatatlan kis kosárkám, amúgy szép idő van, csak nagyon hideg. Hát gyakorlatilag az lett volna, nem is a horgászat a lényeg, hanem hogy itt is megmutatom, hogy milyen csodálatos mennyhalas hely van, ott, ahogy a csónak, lehet, hogy átmegyek oda is dobni párat, ott, ahogy a csónak áll, ott van egy patka. Na, ahogy a bal széle áll. Na most amögé kell tenni a mennyhalas felszerelést. Én már itt konkrétan fogtam, volt, hogy 5 mennyhalat is. Hát most nincs griszta nálam, meg nincs olyan felszerelés, de ez a stég biztos, hogy nem esik bele az ember biztonság szempontjából. Nagyon fontos, hogy azért ne essünk bele, mert egyből meghalunk. És ezt a stéget én most láttam. Biztos, hogy nagyon stabil. Hát gyakorlatilag hordókból van, úgy nézem. Nem tudok rámenni, mert le van zárva. Megnézzük mindjárt. Remélem nem lopják el a felszerelésemet. Szemetes zsák, ide gyűjtik a horgászok. Csak megnézzük, most úgy is kisütött a nap, jók a fényviszonyok. Tudom, hogy ez a fényviszonyok, ez a majdnem a mániám, hogy mindig mondom, hogy jók a fényviszonyok, de hát tényleg jók. Ez egy új stég. Hú, de stabil lehet. Kicsit magas. Ott is egy hasonló kivitelő, illetve ugyanolyan. Nem tudom, mennyibe kerülhet. Márkáját se látom innen. Ha valaki tudja, esetleg szóljon hozzá, mert nagyon sokan kérdeztétek privátba, hogy mi a helyzet a stégekkel. Gyakorlatilag nekem ilyen hordós van, mint ez a stég. De hát ez biztos, hogy jobb. 100%. 100%. Visszamegyünk még egy kicsit. Ugye itt látható a Gutenberg tér, háttérben a felújított vár, Zagyva híd, az engedély a Zagyva hídig szól, tehát ahova mutatom odáig a tiszai engedély, tehát gyakorlatilag a felmelegedő vízbe is tudnék ott is dobálni. Hát lehet, hogy majd rapalával kell megpróbálni, mert azért csak akad. Város hangjai sajnos ide szűrődnek. De van előnye is ennek a dolognak, mert lámpa nélkül az evezősök stégén lámpa nélkül lehet horgászni, mennyhalazni, mert a város fényei levilágítanak a stéghez. És hát ugye este már
nem is annyira kijárási tilalom még lehet, este már nem is annyira mozgolódnak az autók. Az a külső ív biztos, hogy nagyon jó csónakos horgászok, ott az a titász alatt, meg a vízmű alatt. Csónakos horgászok esetleg megpróbálhatjátok, hogyha Szolnok fele jöttök. Most ez egy kicsit hosszabb videó lesz, de nem baj az. Itt vannak a vakondúrások. Hát most már lehet, hogy ebből, ahogy itt látom, hogy csak nem földi kutya volt az, hanem valami macska rá csinálta. Nagy vakondúrása, valami anyavakond, vagy nem tudom mi volt. Úgyhogy gyakorlatilag szép idő van, csak nagyon hideg. Nagyon hideg, öltözzetek föl, hogyha mentek. Háttérbe a Tisza virágot még mutatom, próbálok egy indexképet csinálni. Fúj a szél, látható. Azért a napocska erőlkedik. Mára ennyi volt. Remélem mindenki a meleg fotelből egy kicsit kijött velem horgászni, és akkor esetleg jól szórakozott. Hát gondolom, hogy jobb, mint a tévében a reklámot nézni. További szép napot kívánok! GoPro Stop Recording!